Jó hétvégét kívánok mindenkinek, amit egy Radenkovics reakció videóval fogok megkezdeni, amit az M4 hozott össze. Érdekes lesz. A háttérzajokat édes drága kutyám szolgáltatja, akit nem volt szívem kiparancsolni a szobából, hálából neki kezdett horkolni. Na, nézzük ezt a Radenkovics interjút, mert érdekes dolgokat mondott, az újpesti 7-0-i szóba került, lesznek majd érdekességek ezzel kapcsolatban is, viszont mielőtt még bármit mondanék, a kötelező részt el kell mondanom, már csak a magunk segítsége érdekében is. Tehát, hogyha tetszenek ezek a tartalmak a csatornánkon, akkor lájkoljátok, osszátok meg, és ha még kedvetek is van hozzá és lehetőségetek, akkor támogathattok bennünket a szuper köszönettel, illetve a leírásban szerepelő bankszámlaszámon keresztül. Minden eddigi és minden ezutáni segítséget is köszönünk, és tartsátok meg jó szokásotokat, kommenteljetek a videó alá, akár csak annyit a kedvenc csapatom, hajrá, hajrá magyarok, hajrá esté, fúj esté, vagy valami hasonlók. Ezzel pörgetjük az algoritmust, és egy kicsivel több nézettséget érünk el, mint a szokásos. Nagyon szépen köszönöm. Hát kezdjünk bele. Kicsit hosszú lesz. Idén szinte derültékből villámcsapásként vette át tavasszal a Diósgyőr irányítását Vladimir Radenkovics, aki korábban, mint egy 10 évvel ezelőtt már másodedzőként dolgozott Miskolcon. Azóta stabilizálta a csapatot, az első évben az volt a cél, hogy bennmaradjon az NB1-ben, a második évben viszont már nemesebb célokért küzd, és jelen pillanatban egy... Kíváncsian várom a célokat, kíváncsian várom az úgynevezett projektet, vannak célok, és az oda vezető utat is szeretném hallani Magyarország egyik legnépszerűbb klubjával kapcsolatban. Nagyon jó sorozat után stabil középcsapatként várja a Puskás Akadémia elleni folytatást. Jobb lett volna egy hete beszélnünk, talán, nem? From my side, I think that club was improved. Úgy vélem, és úgy látom, hogy a klub rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban. Srácok, fejlődött? Én sokkal jobban érzem magam vezetőedzőként, aki felelős a döntéseiért, aki a saját stábjával meg tudja valósítani a hosszú távú terveit. Akkor ezek szerint mégiscsak Radenkovics dönt, nem pedig fölötte, legalábbis reméljük. Meglátásom szerint a klub több területen is sokat fejlődött. Na, halljuk. Természetesen akad még olyan terület, ahol előrébb kell lépni. Mint minden klubnál. Lépésről lépésre, mérkőzésről mérkőzésre, hónapról hónapra haladunk előre, és a projekt teljes... Hol is hallottam ezt? Körülbelül minden edzőtől. Kifutásához 4 évre van szükségünk. Az első konkrétum. Az előző idényben a Diósgyőr több fiatalt is adott a korosztályos válogatottaknak, valamint jól szerepeltünk a bajnokságban. Ott lebegett előttünk, hogy akár elérhetjük az európai kupa szereplést. Ott lebegett? Ott tart most a Diósgyőr ebben a 4 éves periódusban, ahol eltervezte, amit szeretett volna így elérni erre az őszre? From my side, 100% yes. Véleményem szerint teljes mértékben igen. Mindenek előtt a klub helyzetének stabilizálása volt a célunk a tabellán, ráadásul... Hát az biztos, hogy azt elérték, hogy a kiesés réme nem fenyegeti. Elmaradásban voltunk a fiatal percek területén is. Elmondhatjuk, hogy mindkettőt megoldottuk. Ezt követően a második évben az a legfontosabb, hogy még stabilabb tagjai legyünk az élvonalnak. Számunkra most ez a legfontosabb. Hát tényleg lépésről lépésre. Ezt követően klubként kell fejlődnünk annak érdekében, hogy a harmadik évben a liga meghatározó szereplői legyünk, és tovább tudjuk folytatni a projektünket. Nem az lenne a sorrend, hogy először a klubot rendbe hozzuk, a bennmaradás, tehát ne fenyegesse a tulajdonképpen maga a kiesés réme a csapatot, és a klubot, mint működését rendbehozni is, mert erre lehetne építkezni, de lehet, hogy én látom rosszul.
Jó munkát végeztünk az elmúlt idényben, és most is nagyon jók vagyunk. Azt szeretném látni, ha a csapatom és a klub ezen az úton folytatná, majd a fejlődés hatására az őt megillető helyét foglalná el a tabellán. Kíváncsi vagyok, hogy meg fogja fogalmazni, az ő megillető hely mit jelent. Tudom, hogy a diósgyőrűeknek az első helyet, sok minden más csapatnak mást, de hogy tulajdonképpen ő hova helyezni a klubot konkrétumban? In normal position on the table and continue to be to improve ourselves in this league. Ahogy mondtam, évről évre előre kell lépni, és akkor a projekt utolsó évében elérhetjük a magunk elé kitűzött célt. Na most kíváncsi vagyok, hogy meg lesz-e fogalmazva a cél. Ha már a fiatalokat említi. Nem. Az első sajtótájékoztatóján, amit tartott idén tavasszal a Diósgyőrben, nagyon sokszor szóba került a fiatalok. Jól látni most, hogy azért egy kicsit az eredményességért engedett ebből is kevesebb a fiatal a csapatban, és több rutinos játékos kap helyet. Yes, totally right. Igen, teljesen igaz. Készítettünk egy... Mondjuk ez tényleg ez. Azt az egészséges elegyet kell megtalálni, amivel azért lehet fejlődni, megkapják ezeket a fiatal pénzeket, és azért, tehát, hogy ne süllyedjenek vissza a kiesés közelébe. Ez abszolút érthető. Egy arra vonatkozó tervet, hogy hogyan tudjuk megszerezni a jó helyezéshez szükséges pontokat. Ám nehéz helyzetbe kerültünk, de nem adtuk fel a fiatalok szerepeltetésére vonatkozó elképzeléseinket. Kellett a pénz. Eddig visszacsúsztunk a tabellán. A KT elleni meccsen nem csak U21-es, hanem két U18-as játékos került a kezdőbe. Számomra rendkívül fontos dolog, hogy hány U18-as és U19-es fiatalnak adunk lehetőséget. Mert főleg az U18-as, U19-es ritkábban az U20-as játékosok iránt érdeklődik a piac Európában. Tehát két fiatallal játszottunk, és megnyertük a meccset. Ezt követően azonban úgy döntöttünk, hogy jöjjön a rutin. Mint mondtam, kellett a pénz, de ez érthető. Persze a tehetségek továbbra is számíthatnak játékpercekre. Tapasztalt és fiatal játékosok elegyét fogom pályára küldeni. De ahogy mondtam, ebben az évben az a legfontosabb, hogy stabilizáljuk a klub helyét az élvonalban, amihez szükségünk volt azokra a pontokra. Ezt követően a fiatalok nagyobb önbizalommal játszhatnak a következő meccseken. Okay. Úgy vélem, jó döntést hoztunk, nem fogjuk megváltoztatni a hozzáállásunkat a fiatalokhoz, akik a következő mérkőzésen biztosan többet fognak játszani. Még egy aktuális kérdés. Beszélt arról a közelmúltban, talán több alkalommal is, hogy a gólhelyzetek kihasználásával akad probléma. Ugye volt egy jó sorozata a Diósgyőrnek, amikor nem kapott gólt, nem is nagyon rúgott, és most az MTK ellen sem. Hogy lehet gyakorolni a gólszerzést egy edzésen? Good question. We are working a lot about how we will... Sokat dolgozunk azon, hogyan növeljük a befejezésnél az önbizalmunkat. Amikor kielemezzük a mérkőzéseket, sokszor azt látjuk, hogy a helyzetbe kerülő támadók azonnal cselekednek ahelyett, hogy teljes nyugalommal várnának egy vagy fél másodpercet, esetleg csinálnának egy testcselt, vagy húznának valami váratlan. De ez nem csak a befejező játékosról szól, hanem azokról is, akik kiszolgálják őket. Nekik is nyugodtabbnak kell lenni a beadások előtt, de dolgozunk ennek a fejlesztésén is. A jövőben fejlődni fogunk ezen a téren, mert megvannak a lehetőségeink az ellenfél 16-osán belül, de szükségünk van az előbb említett fejlődésre, ami egyéni, páros és csoportos elemzéssel segítünk. És a pályán dolgozunk rajta kis csoportokban, időnként egyénileg is. Fejlődnünk kell a játék ezen szegmensében is a jövőben. We will improve this segment because we missed this. Erre nem lehet más választ adni. Tehát semmi full extrát nem lehet, mert tényleg csak a gyakorlás, és hogyha
ha be van gyakorolva maga az a szituáció, akkor az tényleg magabiztosságot ad. Egy hülye volt a kérdés, mindegy. Segment. Kicsit kanyarodjunk vissza abba az időszakban, amikor kinevezték Diós Györgybe, és megtartotta az első már említett sajtótájékoztatót. Hogy viselte azt a kritikát, amit akkor kapott? Gyakorlatilag ismeretlenül azt mondták sokan, hogy na, ide jött egy pályaedző, megkapta a Diós Györgyt, biztosan kiesés lesz a vége. Mennyire viselte ez meg? Nem hallottam erről, de teljesen normális hozzáállás. Nem hallott erről semmit. Nem. Na, gondolom. A fociban a szurkolók sokszor szkeptikusak a klubjukhoz frissen kinevezett új szakemberrel, hiszen szenvedélyesen imádják klubjukat, sikeresnek akarják látni a csapatukat. Igen, és túl sokszor csalódtunk. Ez nem csak a DVTK-ra igaz. Mert idejött a hazádból 100 ilyen névtelen némond, és lerabolták az országot. Többek között ők is. És ha egy olyan ember érkezik, aki korábban másodedző volt, teljesen normális az ilyen szurkolói reakció, én is elfogadom ezt. Hiszek magamban, hiszek a stábomban, hiszek az öltözőben, és természetesen azonnal elkezdtünk dolgozni, és megmutattuk nekik, hogy megvan bennünk az a tudás, és olyan helyre vezéreljük a klubot a következő években, ami méltó hozzá. Egy konkrét célt mondjál már ki, légy szíves. Egyébként Radenkovicsot sok szerb némand közül azért kiemelkedik, az intelligenciájával, de azért egy kávét megijatott volna előtte ő is, meg a speaker is. És ha volt ilyen, akkor jó volt a válasz, mert az első meccsen mindjárt egy nagy győzelmet arattak. Igen, az volt. Egy új edző érkezése minden alkalommal új energiákat hoz, ám csak egy meccs volt. Én mindig hosszú távon gondolkozom, és azt mondom a játékosaimnak, hogy amikor a játékvezető lefújja a mérkőzést, akkor annak a meccsnek vége. Felidézhetjük a múltat, de nekünk a jelenben kell élni, és a jövőre gondolni. A holnapra kell gondolni, és elengedni a múltat. Nem tudtam, hogy ilyen filozófiai mélységekbe megyünk. Az MTK elleni mérkőzés előtt is sokat beszéltünk erről, hogy rendben. 6 meccsen nem szenvedtünk vereséget, de egy új kihívás előtt állunk, nem ragadhatunk a múltban. Néha sikeres vagy, máskor nem. De ilyen a foci. Egy igazi közhelygyűjtemény ez a Pali. Szóval nagyon szépen indult újra a Diós Győri munka számomra. Ha teljes mértékben nem is az első pillanattól, de a szurkolók is elkezdtek hinni bennünk. Ezért a jó kezdés nagyon... Tényleg? Diós Győriek hisztek benne? Csak kérdezem, mert nem ezt hallottam, de oké. Okay. Végis hozza a pontokat. Fontos volt számunkra. Ha jól számoltam, pályafutása során eddig 5-ször volt vezetőedző 5 klubnál. Hogy volt az átállás, amikor valaki másodedzőből, asszisztensedzőből vezetőedzővé válik? Őszintén szólva, több országban dolgoztam asszisztensedzőként, és Szerbiában is több korosztályos és a felnőtt válogatott mellett. De ez nem mindig a hagyományos másodedzői szerepkört jelentette. Bocsi, srácok, beleléptetek, mert elalszok. Lehet, hogy titeket érdekelne, meg tudjátok nézni majd a teljes interjút, de itt a időcímkékből ki fogok választani egy pár érdekesebbnek tűnő témát, és elnézést kérek. Dolgozott a Zvezdánál együtt Dejan Stankovicsal. Hogy nem ment vele a Ferencvároshoz? Dejan was before the... De szép is lett volna, még te is.
A Ferencváros előtt Dejan a Sampdoriánál dolgozott, ahol kialakított egy saját stábot olasz és szerb szakemberekből, akik utána követték őt Magyarországra is. Elmondtam neki, hogy vezetőedzőként szeretném folytatni, így inkább a lehetőségre vártam. Csupán ennyi az oka. Három naponta beszéltünk, személy szerint úgy érzem, de kinek most is hiányzik a magyar foci. Várja, ezt nem hiszem el még egyszer? Várja. Nem folytatni, így inkább a lehetőségre vártam. Csupán ennyi az oka. Három naponta beszéltünk, személy szerint úgy érzem, de kinek most is hiányzik a magyar foci. És nem röhögte el. Hát, öcsém, gratulálok. Nagy Ervin díjat már adok is rögtön. Hiányzik a magyar foci. Tehát úgy döntöttem, hogy ki akarom próbálni magam vezetőedzőként. Másfél éven keresztül munkanélkül voltam, mert a megfelelő lehetőségre vártam. Ezután futott be a Diósgyőr érdeklődése, ami kiváló alkalmat nyújtott az új feladat elkezdésére. People from Diósgyőr, and for me was a perfect chance to start. Szokták mondani a szerbek. Hát most két olyan téma jön, ami tényleg érdeklődést tarthat számot a többi mellett is, legalábbis az én részemről. A szerb edzőkről, hogy nagyon emocionálisak, vehemensek, forró vérmérsékletűek. Azok. Ez önre nem igaz? But this is now. In past we had a lot of coaches. Most valóban ez a helyzet. A múltban viszont több kifejezetten nyugodt és sikeres edző alakját is fel tudjuk idézni. Elég csak Radomir Anticsra, a Real Madrid és a Barcelona korábbi vezetőedzőjére gondol. Nem vagyok benne biztos, hogy a madridiak így gondolna rájuk vissza, de hát persze voltak sikerek. Coaches with that. Something changed in Serbia last. Azonban valami megváltozott Szerbiában az utóbbi 15 évben. Eltűntek az ilyen habitusú szakemberek, és ezzel együtt már nincsenek szerb edzők a topligákban sem. Nem lehet, hogy azért, mert túlságosan sokszor kerültek az UEFA és a FIFA megfigyelő rendszerének középpontjába. Biztos csak összeesküvés elméleteket gyártok. Last, I think, 10 years we don't have someone who is in Champions League, for example, okay, except Red Star, but we don't. Szóval 10 éve nincs szerb edző a bajnokok ligájában, vagy az 5 legmagasabban jegyzett bajnokságban. Ezen a téren is gondjaink vannak, és a két... Mi inkább ne szóljunk semmit. Legalább kerülnénk föl arra a rohadt monitorra. Két dolog talán összefügg, talán nem. And, maybe because of that, maybe no. No, for sure, but... Biztos jót röhögnek azok az edzők, akik nem kapnak most munkát nyugaton. Depends of the person. I'm that kind of person, and of course we wanted to win this game. And minden a személyiségem múlik, és én így vagyok önazonos. Persze én is nyerni akarok, de egy ilyen helyzetben mindenki másként reagál, és én szeretem nyugodtan megoldani ezeket a szituációkat. This guy, I'm not this person. I like. For example, myself, how I am solving those kind of situations, and of course I would like to. Az öltözőben persze azt kérem a játékosoktól, hogy már az edzéseken is nagy harci kedvel menjenek bele a gyakorlatokba, majd a mérkőzésen is szenvedélyesen küzdjenek minden egyes labdáért. Hát tudjátok képzelni ezt a habitusú edzőt, amint feltűzeli a játékosokat? Maximum disznópörzsölővel, de lehet, hogy teljesen más, amikor az öltözőben van. Every touch with ball. És ugyanakkor maradjanak higgadtak, ami tudom, hogy egyszerre nehéz. Ezen a ponton visszatértünk oda, amiről már beszéltünk. A támadás befejezésnél legyenek nyugodtak a játékosok. Visszatérve egy kicsit a tavalyi bajnokságra, igazából egy meccs lógott ki az egész tavaszból, ez az újpesti hét. Hát talán az egyik legsarkalatosabb kérdés, és tudom, hogy nem érdemes, nem szabad kiragadni csak egy momentumot egy beszélgetésből, de szerintem ez az egyik legérdekesebb kérdés az ő Diósgyőri működésével kapcsolatban.
7-0-ás vereség, ami előtt ugye felforgatta egy kicsit a csapatot, megbánta? After the game I told that it was my mistake. Azonnal a mérkőzés után is magamra vállaltam a vereséget. Ha visszaemlékezünk, akkor már csak 3 meccs maradt hátra a bajnokságból, én pedig a keret néhány tagját még nem láttam tétmérkőzésen a pályán. Közeledett az idő, amikor meg kellett hozni a döntést, hogy évvégén kimaradjon, és kinek a helyére kell új játékost igazolni. Végül nem azért szenvedtünk vereséget, mert az újonnan bekerülők képessége nem lett volna megfelelő, hanem túl sok változást hajtottunk végre a kezdőcsapatban, ami összezavarta a csapatot. Nagyon szomorú voltam, de ezen az estén az Újpestnek minden bejött, nekünk pedig semmi. Szerencsére szereztetek egy boldog estét Újpesten. I was thinking that this is the last moment to see them on the pitch. And we changed a lot of the players. It wasn't about their quality, or it was about that we made a lot of changes. Kaptak egy büntetőt, a VAR is a javukra döntött, szinte minden lövésük kaput talált, sajnos előfordul az ilyesmi. All shots were in target, and you know, sometimes... Biztos örülnek most a Diósgyőr szurkolók, hogy ilyen félszeg mosolyjal elintézed. It happened. Korábban az Újpest akkori edzőjétől is megkérdeztem, és ha már itt vagyunk, akkor nem... Na, erre most kíváncsi vagyok. Tudom kihagyni, hogy mind a két fél mondja el a véleményét ezzel kapcsolatban. Meccs után megvádolták az Újpestet és a Diósgyőrt, hogy nem volt tiszta ez a mérkőzés. No, for sure. How we can do it? No chance, no. Nem, egyáltalán nem. Kizárt dolog. Igazság szerint a 3 utolsó meccsünk... Most hoztam erre valamit, egy olvasmányt. A következő... Mindjárt egy pillanat kikeresem. Készítettek egy kutatást, illetve sok kutatás foglalkozik a hazugság testbeszédével. Idézek a cikkből, majd mondom a forrást is. Nem könnyű észrevenni, ha valaki nem mond igazat, de van néhány trükk, amivel fel lehet ismerni a hazug embert nagy százalékban. A testbeszéd tudatlanul is árulkodik arról, ha valaki valótlant állít, még akkor is, ha ez egy interjúban hangzik el, és előre leegyeztetett kérdések és válaszok hangzanak el. És bár a tapasztalt profi hazudozók igyekeznek odafigyelni arra, hogy ne bukjanak le, a mozdulataikat gyakran még önkéntelenül leleplezik saját magukat. Azt mondja, hogy... Jaj, csak linkkel van. Tehát az a lényeg, hogy Babita Spinelli hazugságkutató, pszichoterapeuta szerint a testbeszéd figyelését régóta az egyik legjobb módszernek tekintik a hazugság felismerésére. Vannak ugyanis olyan mozdulatok, amik azt mutatják, hogy a másik kellemetlenül érzi magát, amiatt, hogy nem mond igazat. A következők például erre utalhatnak. Az állandó mocorgás, elzárkózás az interakciótól, keresztbetett karok, a szemkontakt kerülése, a fej gyakrani jobbra mozgatása, a pillantás jobb felfelé irányul az agy kreatív központja felé. Tovább ültem. Spinelli szerint, ha egy hazugot szembesíteni akarnak, igyekszik elkerülni a kérdést, homályos kitérő válaszokat ad, gyakori a zavart mosolygás is. Összeesküvés elmélet. We're in target, and you know, sometimes it happens. Korábban az Újpest akkori edzőjétől is megkérdeztem, ha már itt vagyunk, akkor nem tudom kihagyni, hogy mind a két fél mondja el a véleményét ezzel kapcsolatban. Meccs után megvádolták az Újpestet és a Diósgyőrt, hogy nem volt tiszta ez a mérkőzés. No, for sure. How we can do it? No chance, no. Nem mondok semmit. Nem, egyáltalán nem. Kizárt dolog. Igazság szerint a 3 utolsó meccsünk úgy nézett ki, hogy az Újpest, a Fehérvár és a Ferencváros ellen játszottunk.
Ez volt az utolsó alkalom arra, hogy tétmérkőzésen is megnézzem azokat a játékosokat, akiket azóta nem láttam, mióta megérkeztem. Megnyugtató helyet foglaltunk el a tabellán, és látni akartam őket. Ez volt a hiba, de ahogy mondtam, nem a képességeik, hanem a túl sok csere. Ezen az estén bármit csináltak, minden bejött az Újpestnek, ez az ő napjuk volt. Biztos vagyok benne, hogy tiszta mérkőzés volt, kész vicc a feltételezés is. Nem akarom vádolni semmivel. Inkább keresek egy másik témát gyorsan. Szeretnél jutni 4 év múlva. Tehát most a projekt kifutására kíváncsi majd a speaker. Ez is, hogy beléptettem, mert nem akarom minden időtöket ezzel elrabolni. Isten igazából csak a magam szórakoztatására készítem, illetve megígértem a diósgyőri szurkolók kollégának. Eleve nagyon érdekes a 4 éves tervezés, mert azért az elmúlt években... Igen, az 5 évest a kommunisták használták. Töltött ennyi időt egyetlen egy korábbi klubjánál sem. Tehát önmagában megmerek rá esküdni, hogy 4 éves szerződést kötött. Az siker, hogyha a 4 évet kitölti Diósgyőrben, mert akkor jó eredmények vannak. De mi az, ami a 4 év csúcs célja? Yes, okay. Top question. Kiváló kérdés. A Szlovánnál egy hasonló 4 éves projektet vittünk végig. Akkor is hasonló módon kezdtünk, mint Diósgyőrben, hosszú távon megtartottuk a meghatározó játékosokat. A szurkolók és a miskolci emberek... Főleg a tulajnak a fiát, aki egy parkolóházban került intim kapcsolatba a saját csapattársával. Megtartottátok a meghatározó játékosokat. Imádják ezt a klubot, akinek szükségük van arra, hogy jobban megismerjék a játékosokat, és erre fél, 1 év nem elég. Ha kötődnek hozzájuk, akkor valódi család alakulhat ki. Azért a játékos eladásból kellene egy kis pénzre is szert tenni, tehát 4 évig szerintem egy olyan játékos nem lehet megtartani, aki piacképes. Legalábbis mi, magyarok, semmelyik csapat nem. Még a Fradi sem, hogyha érkezik egy visszautasíthatatlan ajánlat, ez szinte lehetetlen. Ha klubikont akarsz nevelni, akkor esetleg. De hát az a Diósoknál legutoljára egy külföldi volt. One family, this is the first. Second one, it's about a selection of profiles with young guys. Második a fiatalok kiválasztása. Korosztályos válogatott labdarúgókat szeretnénk látni Diósgyőrben, akik fejlődőképesek, hiszen az önmagában nem erény, ha valaki fiatal. Így nem kell minden egyes átigazolási időszakban sok új játékost igazolni, maximum 2, mert az újak csak elszívnák előlük a levegőt. Szeretnénk fejleszteni a játékos megfigyelő hálózatunkat, hogy megtaláljuk azokat a 15 és 16 éves játékosokat, akik nálunk fejlődve később még tovább tudnak lépni. Ez az egész magyar futballnak az egyik rákfenéje, hogyha találnak is egy tehetséges labdarúgót, akkor nem tudnak vele mit kezdeni. Ez minden csapatra igaz, még a miénkre is abszolút. Egy olyan klubbá szeretnénk válni, amelyik VIP-je a 4. év végére tele van nem csak külföldi játékos ügynökökkel, hanem más klubok sportigazgatóival, mert a pályán olyan játékosokat látnak, akikért érdemes Diósgyőrbe utazni. Az a célunk, hogy a piacon a DVTK egy olyan márkává váljon, amelyik vonzóvá teszi a klubot, és a fiatalok szívesen elfogadják a hívásunkat, mert tudják, hogy innen még magasabbra lehet eljutni. Amikor Szlovákiában dolgoztam, akkor a Zsolnai, MSK Žilina is ezt az utat járta be. A csapat átlag életkora 22-23 év volt,
és közülük 5-en is az U19-es korosztályhoz tartoztak. Már akkor korosztályos válogatottak voltak, ma pedig a nemzeti csapat erősségei, és valódi topklubokban játszanak, mint például Milan Skriniar vagy éppen Denis Vavro. Skriniar and Vavro, a lot of them. And I think in that way. Így tudjuk mi is a DVTK elismertségét növelni, de ahogy mondtam, első lépésként meg kell tartani a rutinos játékosokat, és melléjük illeszteni a korosztályos válogatott fiatalokat. And to adding young guys with national potential. Azt már többször nyilatkozta, hogy ahhoz képest, mint ahogy korábban itt volt, mennyi mindenben változott a Diósgyőr, talán mindenben változott a Diósgyőr. Ön mennyiben változott ahhoz képest, mint amikor először itt volt? But in this period, kevesebb lett neked is a hajad. First period we had, for example, we had national players. Az első diósgyőri időszakomban olyan válogatottakkal dolgoztam együtt, mint Kádár Tamás, Elek Ákos, Futács Márkó, vagy az utánpótlás válogatott Bacsa Patrik. And in that time I... Az véletlen, hogy ezek a játékosok mind Vladan Filipovicshoz köthetők? Biztos, csak a sors fura játéka folytán. I was speaking with Tomislav. Tomislav was the first coach. Sokat beszéltem Tomislav Sivicser arról, hogy sok jó légiósunk van, de a legjobb játékosaink mégis magyarok. Ők tudják eldönteni a mérkőzéseket. They made a different. And... Akkor miért ők számít? Miért nem ők számítanak ikonnak, hanem egy spanyol? This is the reason why I would like, for example, to watch the second. Ezért szeretek Mercantil Bank Liga mérkőzéseket nézni, és amikor el tudom képzelni, mekkora élvezetet okoz. Tehetem, meg is teszem. Kemény vagy. Quality players, but they are not in sometimes in first league. For example, one Nikicser. Ott is sok tehetséges fiatal játszik. Nikicser Tamás is ott szerepelt még a közelmúltban. And now if I compare that time. Ha összehasonlítom a két időszakot, akkor szembetűnő a stadion, az egyéb létesítmények, az edzőpályák minősége, de talán a sikerek. A Liga Kupa győzelem és a Magyar Kupa döntő miatt erősebb volt a kötelék a szurkolók és a csapat között, ami számomra nagyon fontos. Szerintem inkább önazonosabban játszott a Diósgyőr, tudom, hogy mindig ezzel jövök, de még az a csapat is azért állt közelebb, mert egy olyan szenvedélyes vezetőedzője volt, aki talán egy hullámhosszra került a szurkolókkal. And for me it was very, very important in that moment. Most is szükségünk van néhány jó eredményre a szoros kötelék kialakításához, mert amit eddig letettünk az asztalra, az korrektnek nevezhető, de mi, és ehhez időre van szükség. Engedd már meg, hogy ezt a szurkolók állapítsák meg. Tehát el kell ismerni, hogyha valaki eredményeket ér el, de ezt ne te minősítsd, hanem majd azok, akik értéken hivatottak. Valami különlegeset akarunk alkotni. Amit a Nyíregyháza elleni győzelem után a lelátón láttam, az már a régi időket idézte fel. Az biztos. Until now, from my side, I haven't seen nothing special. Úgy gondolom, még semmi különlegeset nem értünk el. Éppen csak elkezdtünk. Most akkor semmi különleges, vagy korrekt? Ez a kettő egymás szinonimája? Kezdtük az új filozófia mentén kialakítani az új Diósgyőrt. New philosophy and new Diósgyőr. And I can be honest that... Őszintén szólva, talán a nyugalmat sugárzó személyiségem újdonság ennél a klubnál, de a játékosok boldogok, amikor edzésre jönnek a stadionba, vagy amikor pályára léptek. Úgy érzem, tökéletesen bizalommal játszanak, élvezik a közös munkát. Véleményem szerint ez a legfontosabb, amit eddig Diósgyőrbe hoztam. Hát eddig tartott az interjú. Most megmondom őszintén, a
Biztos vagyok benne, hogy ezt nem az M4 találta ki, hanem megrendelésre történt az interjú, mert kell ilyen egy kis PR-t csinálni a klubnak, de azt gondolom, hogy Radenkovic úr személyben biztos nem támadom egyáltalán, sőt, semmilyen szinten nem támadom, hanem azt gondolom, hogy egy igazi közhelygyűjtemény hangzott el az elmúlt fél órában. Semmi konkrétum. Tulajdonképpen annyit fogalmazott meg, hogy az ő méltó helyre szeretné a Diósgyőrt eljutatni, de az hol van? Szerinte? Helyezésekben, vagy valami hasonló célt meg lehetne konkrétan fogalmazni? Hogyha nem fogalmaz meg konkrét célt, akkor az nincsen, vagy csak az ő fejében van, és nem meri felvállalni ennek a felelősségét. Ott a 7-0 kapcsolatban biztos vagyok benne, hogy én gyártok összeesküvés elméletet. Mindjárt mondom a forrást, hogy honnan, hogyha akartok egy kicsit többet tudni erről a témáról, akkor mindjárt mondom, a Babita Spinelli testbeszéd című könyvéből idéztem, egy pszichoterapeuta, aki komoly kutatásokat végzett ezek terén, de hasonlókat olvastam az összes többivel kapcsolatban, csak kíváncsi voltam, mert végre egyszer elhangzott egy konkrét kérdés, szerintem teljesen véletlenül. Egyébként egy ilyen kérdéses meccsel kapcsolatban, ami szerintem húsba vágó, mert ha ilyenek megtörténhetnek, amilyen összeesküvés elméletet én gyártottam, akkor itt a magyar fociban nem változott meg semmi. Az, hogy az infrastruktúra megváltozott Diósgyőrben, az nem igazán a klubnak köszönhető, hanem az állami szerepvállalásnak. Tehát ugyanúgy, mint amikor az MLS azzal kérkedik, hogy rendbe hozta a magyar labdarúgást, nem ő hozta rendbe, hanem vannak pályák, ahol lehet jó meccseket, nemzetközi szintű meccseket játszani. Minden adott ahhoz, hogy nemzetközi szinten is felkészült játékosokat neveljenek. Nem vagyok benne biztos, hogy Radenkovic a tökéletes választás Diósgyőrben, bár mondom, nem vagyok diósgyőri, de nagyon át tudom érezni azt az életérzést, amit az ottani szurkolók a saját klubjuk felé éreznek. Nem vagyok benne biztos, hogy jó választás, bár egy fokkal intelligensebb és szerintem képzettebb, mint a hazájából érkező szerbedzők. Többek között az is az oka, amit nem akartam itt közbeszúrni, hogy a favágó futball ideje azért lejárt, és azért a szerbedzők ezt képviselték. A sokszor alattomos szabálytalanságokat, és mivel azért a egyre népszerűbb és népszerűbb a labdarúgás, mint üzletág, a televízió készülékek előtt ülök, nem arra kíváncsiak, hogyan rúgják egymást agyon a játékosok, hanem most már azt kell mondanom, hogy Ronaldókra és Messikre kíváncsiak, illetve az újabb kiadásaikra, akik játsszák a futballt, vagy esetleg gyorsabbak, jobban fejelnek, tehát nem ezekre az összecsapásokra kíváncsiak. Arra ott a UFC, hogyha valaki erre vágyik. Én szerintem mi, futballszurkolók, nem ilyen meccseket szeretnénk látni ez a szerb témával kapcsolatban, bár ők legalább eljutottak arra a szintre, amire mi mondjuk 40-50 évvel ezelőttig nagyon sokan, szerint a magyar edző akkor világmárka volt, egy ideig a szerb edzők is azok voltak, csak aztán az ő korszakuk is leáldozott, mostanában az olasz-spanyol edzők, illetve az újvonalas németek, akik hasítanak ebben a témában. Hát eddig tartott volna ez a reakció videó, nagyon remélem, hogy nem sértettem meg senkit, és nagyon remélem, hogy 50-100-nál többen legalább megnézik. Érdekes volt, nem rossz személyiség a Radenkovic, bár adott sokszor olyan választ, ami hát eléggé félreértelmezhető, hogyha valaki ért ezekhez a témákhoz. Majd az idő eldönti azt, hogy kinek lesz igaza, be tudja váltani a saját magához fűzött reményeket. Én megmondom őszintén, az eddigiek alapján egy szervilis edzőnek tartom, aki maradéktalanul kiszolgálja a klubnak az érdekeit, és az nem mindig biztos, hogy igaz, hogy az őt megillető helyre várja a Diósgyőrt, mert ez nem lett megfogalmazva. Ha a szurkoló fogalmaznák meg, akkor biztos, hogy az első hely, de ő ezt nem fogalmazta meg. Annyit kellett volna, konkrétumokat kellett volna mondani, nem pedig közhelyeket. De hát az ilyen megrendelt interjúk már csak ilyenek. Sziasztok, jó hétvégét!
várjuk az NB1-es összecsapásokat. Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!